ivószünetet rendelt el természetesen a játékvezető, Jakub Faber, hiszen annak ellenére, hogy a néhány perccel ezelőtt meg úgy nézett ki, hogy leszakad az ég, de az ivatarfelhők egyelőre elkerülték a losonci stadiont, viszont füllet párás meleg van 30 fok közelében, így természetesen ilyen esetben jár az ivószünet a focistáknak. Baloldali losonci akció. Sufliarski. Köböl ollózása, visszakerül a losonci kapitányhoz, mélyen hátra a liberótól indul, Kurunci támadja. Hát azért ekkora önbizalma, hogy van a brazil játékosnak, 40 méterről próbált kaput találni, ez nem sikerült. Így a 28. percben füleki kirúgás. Nico Paris. Nem éppen egy megtermett legény, de nagyon mozgékony, és a párduc röpköd ide-oda a kapufák között, Bari Jenci elmondása szerint. Nem igazán kapus alkat, már ami a magasságát illeti, de ezt ellensúlyozza jó helyezkedéssel. Ez hosszú lesz, és egy jó kifutással is. Igaz, hogy ez nem a legjobb indítás volt, nem is nagyon rontott rá Almeida ki. Füleki kapus kirúgás, egészen a csatárig, Kurunci csúsztatná meg. Sem sikerül lekezelnie Köbölnek, ez tőle szokatlan technikai hiba. Dobhatnak a losonciak, megint a kapitány végzi el, Michal Sufliarski. Általában úgy néz ki, hogy a bal oldalt erőltetik jobbára a losonciak, bár most egy jó keresztlabda a túloldalra. Méghozzá Harutkai felé, sikerült tisztázni egyelőre Oliveira elől. Hát igen, a gólveszélyt ő jelenti elsősorban. A füleki kapura a brazil Oliveira tízessel. Fél óra telik el lassan. Az első 15 perc izgalmasabb volt, mint a másik negyed óra. Pipiska és a brazil libero. Sipos Berni kollégan, amit mosolyog, bizonyára tetszik a losonci rutinos hátvéd neve. A bal hátvéd, most nála van a labda, inkább nem mondom, mert lehet, hogy én is elmosolyintom magam. Na jó, van ennyit erről, komolyabbságot. Pipiska remekül szerel. Hát ez nem volt a legszabályosabb. Bár a losonciak szerint rájátszott alaposan a füleki középpályás. A 32. perc, továbbra sem láttunk gólt, izgalom azért volt, főleg az első negyed órában. És hát a nagyobb zicsereket a fülekiek hagyták ide, egy óriási gólhelyzet maradt ki a másik oldalon is, tehát akár a losonc is vezethetne 1-0-ra, ilyen értelemben a jelenlegi állás igazságos. Na azért lesz egy 2 perces hosszabbítás az első fél időt követően, de helyrehozták Gál Gyula, aki egyébként a Salgótarján gyúrója is, és a fülekiek gyúrója is. Úgy látszik, orvosi szakértelemmel is rendelkezik, bár le kell bicegnie a füleki középpályásnak, remélhetőleg rendbe jön. 32. perc, és építkezhetnek a fülekiek egyelőre 10 emberrel, mert még mindig akad dolga a füleki gyúrónak. Jó csel, de milyen jó csel? A másik csel is bejött. Még ez is jó. Ez már kicsit sok volt a Lázsiktól. Még a losonciaknál marad a labda, Fajd. Még mindig emberfölényben vannak. És hát nagyon úgy néz ki, hogy Barjencinek cserélnie kell. 32. perc, 0-0, losonci szabadrúgás következik. Marek Ufrla.
A védekező középpályás egészen hátra az egyik brazil vendégjátékoshoz, megint a bal oldalon Pipiska. Sufliarski rengeteget van játékban, és ez a beadás is bizony, hogy jó volt, és kellett, hogy repüljön ki a füleki portás, és Olá Kevin megkocogtatta picit a térdét, most már két füleki sérült le. A 33. percben, de azért a kapus föltápászkodik, viszont úgy tűnik, hogy cserélnie kell, mert Konce Richard még mindig nem jött rendbe, mert jó 3 perce ápolják. És hát nincs talpon, ennyit elárulhatok. Egyelőre fagyasszák a lábát, füleki kirúgás, Kurunciék felé. Jókor, jó helyen megint. Oliveira, a hazaiak egyik legjobbja egyelőre. A 34. percben járunk. Leülteti a hintába Kuruncit, Oliveira, Pipiska, Sufliarski már indul is. Ez a figura általában így kezdődik. Meg is kapja a kapitány, ez viszont egy túl lezser mozdulat, és nem lesz belőle semmi. Csak egy füleki kirúgás, 34. perc, 0-0.